falra tapasztott banán, mint művészet, vállalhatatlan épületek és nyugatellenes tüntetések. Mi ezekben a közös? Az, hogy mindegyik a posztmodernizmushoz kapcsolódik. De mégis mi az a posztmodern? Annyi biztos, hogy valami, ami a modernitás után következik és azzal részben szakít. A modern korszakot a felvilágosodás és a technológiai fejlődés határozta meg. Francis Bacon, Descartes és John Locke filozófiájában közös pont volt, hogy a természet objektív törvényei az értelem útján megismerhetők, és az értelmes ember központi szereplő. A modernitás szerint az értelem és az egyén hangsúlyozása vezet a tudomány, a képviseleti demokrácia és a kapitalizmus kialakulásához. Ennek az eszmeiségnek üzent hadat a posztmodernizmus a társadalom egészét érintő folyamatként. Azt mondod, az intézményekkel van a baj. Hát tudod, szerintünk inkább az elmédet kellene felszabadítani. Énekelte a Beatles, kifejezve a posztmodern kritika lényegét. A felvilágosodás nem teljesítette az ígéreteit, és a nyugat az értelem és az igazság nevében borzalmas dolgokat tett. A megoldás tehát szerintük nem lehet az intézményrendszer átalakítása, csak a kultúra eltörlése. A nyugatellenesség nagyvárosok utcáin és az akadémián is testet öltött. Ilyen volt a spanyol Indignados, a görög Agamemnoni, vagy a világ több pontján is megtartott Occupy demonstráció. Persze az akadémia sem maradt tétlen. Herbert Marcuse előre jelezte, hogy az új baloldal nem halt meg és az egyetemeken fog feltámadni. Így is lett, és a posztmodernizmus vezető gondolkodói Foucault, Lyotard, Derrida vagy éppen Rorty mind vezető egyetemek filozófiai tanszékeiről kerültek ki, és mindannyian elkötelezett baloldaliak voltak. De mit mondtak ők? Végsőkig leegyszerűsítve, a posztmodernt a nagy narratívákkal szembeni bizalmatlanságként határozom meg, mondta Lyotard. A narratíva egy nagy átfogó magyarázatot jelent, amely univerzális érvényű leírást ad az emberiségről és a valóságról. Ilyen a liberalizmus, amely a szabadság növekedésével, a szocializmus, ami az egyenlőség növekedésével, vagy a kapitalizmus, ami a jólét növekedésével igazolja magát. De ilyen a kereszténység is. A posztmodernisták szerint azonban ezek a narratívák történelmileg kötöttek, így nem tekinthetők egyetemesnek. A posztmodernizmus a racionalitást és a tudományt is célba vette. Foucault azt mondta, hogy hiába való az értelem, az igazság vagy a tudás nevében beszél. Szerintük a valóság társadalmi és nyelvi konstrukció, így az emberi ész nem alkalmas arra, hogy objektív módon megismerje azt. Emiatt nem létezik abszolút igazság, csak szubjektív részigazságokról beszélhetünk. Az irodalom területén a posztmodernizmus Derridát követve a dekonstrukció eszközével él. Elutasítja, hogy egy szövegnek objektív jelentése volna, és mindig a szerző etnikumát, nemi identitását vagy osztály érdekét igyekszik leleplezni. Így például a Moby Dick valójában nem a bátorságról vagy a szenvedés értelmének a kereséséről szól, hanem az imperializmus és az élővilág meghódításának a története. Hasonlóan tekintenek a jogra, ahol szerintük nem léteznek semleges, univerzális érvényű jogi elvek. A látszólagos törvény előtti egyenlőség igazából csak egy álarc, és a nyugati jogrendszerek továbbra is a fehérek és a gazdagok érdekeit szolgálják. Ezért a politika célja nem más, mint a kisemmizett csoportok felemelése. Végül a posztmodern a nemzeti, a kulturális és a vallási identitást is elveti. A hagyományos nemi szerepeket elutasítja, és a nem fogalmát is megkérdőjelezi. Judith Butler ki is mondta, hogy a férfiasság és a nőiesség nem biológiai adottság, hanem társadalmi konstrukció. A posztmodernizmus tehát a nyugati civilizáció összes oszlopát megkérdőjelezte és ledöntötte. Az értelem megtámadásával kiiktatta a tudományos kutatás szívét, az abszolút igazság tagadásával elvetette az erkölcsi kötelességeket, a kritikai fajelmélettel elmélyítette az etnikumok konfliktusát és a társadalom alapját jelentő családformát is aláásta. És mi maradt? A nihilizmus, az identitáspolitika és az eltörlés kultúrája. Akárhogy is nézzük, a posztmodern az állításai ellenére politikailag épp egy olyan kizárólagosságra törekvő, ellenvéleményt nem tűrő narratíva lett, amelyet elméletben ellenez.
Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót. Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.